Köszöntöm Önöket, ez a Kreatív Műhely első újévi adása. Az új évet Bence búcsúztatta, egy sziporkázó műsorban mutatta meg, hogy milyen kézügyessége is van. Hát azt hiszem, hogy a műsor történetében ez a mostani lesz a mélypont velem, de hogy ez a mélypont ne olyan hamar következzen be, itt van velem szokás szerint Veronika. Üdvözöllek téged is, és arra kérlek, hogy mondd el, hogy mit fogunk ma készíteni. Hát neked külön készültem, Attila, úgyhogy határidőnaplót fogunk készíteni. Szétszornak tűnök? Nem a szétszottságod miatt, ez most egy picit nehezebb lesz, mint az eddigiek, vagy egy kicsit mással fogunk dolgozni, egy picit más alapanyagokkal fogunk dolgozni, mint eddig. Lesz benne olyan is, amit eddig használtunk. Itt voltál mindegyiken, úgyhogy az már neked profi fog menni. Én távolról figyeltem, és örültem neki, hogy nem én vagyok az áldozat. De most sorra kerültél. Mit fogunk ebből készíteni? Határidőnapló lesz. Ez egy hagyományos határidőnapló. Ez egy határidőnapló. Annyi a különbség, hogy ezt lehet dekupázsolni. Tehát olyan a fedele, tehát jegyzet és minden egyébre alkalmas. Ezt fogjuk alapozni szokás szerint. Mindennek az alapja az alap. Kezdjük, már összekoszolnám magam. Jó. Vivi is így kezdte. Aztán nézek, most meg ti jöztök sorba. Úgyhogy... amit használunk, előbb elmondom, hogy mit fogunk használni. Tehát dekupázsragaszt, alapozó, dekupázsragasztó, risszalvéta, és vaspasztát fogunk a szélreken. Vaspasztát? Miért kenjük el a vaspasztát? Spatulával, fém spatulával, vagy festőkéssel. Ja, látom. Igen, ezzel nem piszkálom majd, ha odaértünk. Fém spatulával fogunk dolgozni. Egy festőkésnek is hívják. Jó? És utána pedig viaszpasztával, ezzel a Bencével már ismerkedtünk a viaszpasztály formájába. Igen, igen. Ezt pedig most a vaspasztára fogjuk kenni, jó, majd ezzel fogjuk díszíteni, dekorálni. Kezdjünk csak akkor szerintem. Én viaszoltam, hogy te viaszoltam, én vasat kenek szét azért. Szóval... jó, akkor kezdjünk hozzá. Tehát először is alapozó festék. Melyikkel kenem? Bármelyik ecsettel kenheted. Hogy milyen vastagon vagy? Nem kell nagyon vastagolni, erre fogunk dekupázsolni. Ezt is ilyen nagy mozdulatokkal? Széles mozdulatokkal, széles igen. Így? Úgy, igen, kend végig. Ezt mindig ki akartam próbálni, hogy olyan szélesen kennél. Jó, így, és jó? Aztán jó lesz, nem kell nagyon sok festékre. Egyenletesen, hogy mindenhol fedjen. Tehát miért is alapozunk most? Mert erre a naplóra nem kell annyi festékre kevesebbet kenjen, mert akkor hajszárítóznunk kell majd, mert nehezen fog száradni. Más a színe, hogyha egy sárgás alapra rakjuk rá ezt a risszalvétát. Ez egy nagyon-nagyon vékony, kibontom, és akkor megnézzük, hogy milyen risszalvéta. Tehát, hogyha egy sárgás alapra kenjük rá, vagy rakjuk rá, ragasztjuk rá, akkor teljesen megváltozik a színe. Nem adja vissza az eredeti színét, és ezért szoktunk alapozni. Igen. Ebből vágtam ki, már előre dolgoztam, tehát vágtam ki neked a naplóra illő darabot. Méretet, ami rámegy pont. Ami pont rámegy. Tehát, hogyha ezt egy ilyen sárga alapra rakjuk, akkor teljesen más lesz a színe, mint hogyha egy fehér alapot adunk neki. Tehát ezért célszerű előtte alapozni, hogyha azokat a színeket akarjuk viszont látni, ami az eredeti. Közben én kérdezem, hogy a többi oldalát is kenjem össze, vagy egyenlőre hagyjuk így? Ezt egyenlőre megszárítjuk, és akkor minden oldalát le kell festeni, le kell alapozni. Most, hogy már lealapoztuk minden oldalát, és megszárítottuk, akkor most ragasszuk rá a risszalvétát. Én kivágtam előre méretre neked. Én ezt az órás mintát, igen, ezt az órás mintát választottam, ez picit nekem igen, férfiasabb. A határidőnaplóhoz meg a színe is egy picit nekem férfiasabb, jobban élik majd hozzád. De várjál, ez nem éri át az egészet? Nem, ja, oda fogjuk majd a vaspasztát kenni, igen. Arra kérlek, hogy úgy rakd rá a papírt, hogy a széleit majd egy picit be fogjuk itt hajtani, tehát hogy ezt a részt ide ragasztjuk rá, mint egy, igen, és ezt a részt is ide szépen be fogjuk majd hajtani. Jó? Okay. Akkor a dekupázs ragasztót én azt javaslom, hogy úgy kent fel, hogy egy picit felhajtod a papírt, és alá kened. Széles mozdulatokkal. Itt már nem kell a széles. Nem lényeg, hogy mennyire széles. Egy a lényeg, hogy ne sok ragasztót kenjél alá, mert ugye a napló teteje az papír, az ne áztassuk teljesen szét, és az, ami benne maradt, az pedig a tetejét lehajtod, és szépen lekened vele. Na lássuk, tessék!
Egyébként neked volt naplód, ilyen lánynaplód? Ilyen lánynaplóm? Hát nem ilyen, ki, melyik lánynak nem volt, mindenkinek volt szerintem. A nagy szerelmek rögtön belekerültek. A fényképek és a... Jaj, vajon lánynaplóban lehetett, hanem... Na hát ezt én nem tudhatom, ezt csak te tudhatod. Azt mondd már el nekem, légy szíves, hogy az okostelefonok idejében mennyire van jelentősége egy ilyen naplónak, mennyire keresett egyáltalán, vagy kik azok, akik el szokták menni? Látod, én például, tehát akármennyire okos a telefonom, én szeretem jegyzetelni, leírni, tehát hogyha valahol vagyok valamilyen megbeszélésen, akkor én szeretek belefirkálgatni az napiba, ilyen kis emlékeztetőket, feljegyzéseket készítek, mert egy megbeszélésen tök kellemetlen a telefonodat írogatni. Igen, mondjuk lehet egy félreérthető. Igen, úgyhogy ez nem annyira célszerű. Egy naplóban azért még mindig szerintem ez így konszolidált. Igen, hogy fákat rajzol, azt meg kis kockákat sem. Azokat nem szoktam, de hogyha valami fontos gondolatom van, akkor ezt leszoktam írni aznapra, hogy el ne felejtsem. Na akkor a várva várt vaspaszta. Igen. Ezt most először ecsettel felkenjük. Ez egy kicsit neki gyűrközöl. Bármilyen ecset jó hozzá. Ez egy ilyen sötét, háromféle színben van, egy csillogó színben, egy barna színben és egy ilyen fekete színben. Nem éreztem különösebb illata lenne. Hát, semmilyen festék illata van inkább. Tehát egy festék alapban van bele, majd hogyha megszárad, akkor keményszik meg. Aha. Tehát akkor viszont kemény lesz. Jó, hova kenjük ezt? Jó. Itt a napló szélét, tehát amit kihagytunk, ugye ez azért is jó, mert itt hajtogatjuk a könyvet. És tartósabb lesz. Tehát ezt itt szeretném, hogyha lekennéd, úgyhogy itt a szélén, azt javaslom neked, hogy a szélén kezd, és aztán pedig így végig, és ha megfogod, és végig mindenhol a gerincét, mindenhol végig kened, és itt nagyon óvatosan itt is ezt a részt is. Jó, azt tegyem a végére. Így van. Ezt a vasport rá lehet kenni másra is? Igen, toltartóra szoktuk mi de úgy értem, hogy papírra, fára, különböző anyagokra? Papírra, fára, bármilyen anyagra lehet. Fémre is lehet. Fémre a vasat? Fémre is lehet a vasat. Meg kicsit az úgy furcsa. Arra is lehet, üvegre is bármire lehet kenni. Na, az üveg az izgalmas lehet. Ez egy műanyag stencil, egy vastag, lesz... igen, tehát egy vastag stencil, és ettől lesz egy kicsit... Tehát ott ki fog dolgozni. Igen, a magassága. Én ezt a mintát választottam hozzá, én azt gondolom, hogy ez illik a legjobban. Itt te szárítasz, én előkészítem a dekorációt rá. Ez egy lenzsinór. Tehát bekented a végét hobbirodasztóval. Igen, hogy ne foszoljon szét a széle. Uh-huh. És akkor megnézzük, hogy akkora nagy zsinort vágunk le. Tehát én azt gondoltam, hogy itt a széleket látod, ezzel így igen. El lehet akkor és szépen tüntetni. És kétszer, igaz? Tehát a hátulját is. Igen, a hátuljára is. Mivel ez ilyen bronzos egy kicsit, én ezt a bronz pasztát választottam hozzá. Igen, és az ehhez is menni fog a névtáblához. A névtáblához, de hogyha nem megy, akkor a névtáblát is át lehet vele egy picit kenni. Szuper. És azzal olyan színe, tehát ilyen bronzos színe lesz. Jó? Melyik ecsettel? Nem ecsettel, ezt nem most ecsettel. Úgy, ahogy Bence, ja, a kezével. Igen, a kezével kente. Ez nagyon-nagyon fontos. Nekem ragasztós a kezem, mindjárt le. Ez a narancs ízű. Na, ízű azt nem tudom, de az illata az biztos, hogy narancsos. Kóstolni nem kóstoltam. Egy picit az ujjat hegyére veszem, és aztán lehúzod a üvegnek a szélén. Nem lehet visszaszedni, azért mondom. Látod, milyen szépen megy hozzá. Nem lehet visszaszedni, tehát ne rakjál rá túl sokat. Akkor ezzel készen is vagyunk? Képzeld, elkészültünk. Remélem, hogy mindenkinek annyira tetszik, mint nekem, és mint az összes eddigi terméket, ezt is kisorsoljuk majd. Tessék nézni minket!